Ünnepekkor rengeteg gazdi elköveti azt a hibát, hogy túleteti a kedvencét, ami nem csak kóros elhízáshoz vezethet, hanem ráadásul egyes édesítők kifejezetten mérgezőek. Vendégünk a témában Böszörményi Andrea, kisállatdietetikus és Woody kutya. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha nem bánod, akkor a szakmával hadd kezdjük. Viszonylag ritkán hallunk ilyenről. Igen, ez egy viszonylag fiatal szakma, ami azért kap egyre nagyobb jelentőséget, mert azáltal, hogy megváltozott a Woodyka, Woody ismerkedik a vízzel és a körülményekkel. Tehát egy viszonylag fiatal szakmáról beszélünk, ami azért kerül egyre inkább középpontba, mert megváltozott a kutya szerepe a családban. Sokkal közelebb vannak hozzánk, mint mondjuk évekkel, évtizedekkel ezelőtt voltak. Ugye régen nyájat őriztek, őrzővédő funkciót láttak el a portákon, ma pedig felköltöztek a kanapéra. És gyakorlatilag benne vannak a mindennapjainkban. Mi az, ami mondjuk karácsonykor árthat nekik, és amit semmiképpen ne adjunk oda? Elég sok olyan termék van manapság, ami nyírfacukrot tartalmaz. És rögtön ezzel kezdeném, mert a nyírfacukor, bár nagyon sok diétának része, ugye próbálunk emberi arra figyelni, humán vonalon, hogy... Nézgetem a szaloncukrokat azokból is, és egy szaloncukor az simán leesik, 2-3, és már baj is van belőle. Így van, tehát a nyírfacukor a kutyákra nagyon-nagyon mérgező, és ráadásul kis mennyiségben is. Tehát ha mondjuk egy Woody méretű kutya, Woody 30 kiló körül van nagyjából. Ő már nem az a lakásban tartott kutya. Akár egyébként, nagyon sokan tartanak még nála nagyobb kutyusokat is lakásban, igen, de tehát ha mondjuk ő megenne egy kávés kanálnyi vagy teás kanálnyi nyírfacukrot, az sajnos végzetes lehet az ő számára. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk arra oda, hogy semmiképpen egyrészt ne adjunk nekik nyírfacukortartalmú ételeket, sütit, szaloncukrot. Akkor viszont tényleg egy kisebb mére, hogyha neki egy kis kanálnyi nyírfacukor, gyakorlatilag tényleg mondjuk egy pici kutyának, mondjuk egy Yorkinak akár egy ilyen nyírfacukros szaloncukor is. Így van, és ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni, mert tényleg nagyon pici mennyiség is mérgező, tehát ha előfordul, lehet, hogy nem szándékosan, lehet, hogy nem a gazdi akart odaadni azt a sütit, hanem csak úgy leesett az asztalról, és hoppa, kutyus gyorsan felvette és megette, akkor ne várjunk, hanem azonnal forduljunk át orvoshoz, ez nagyon-nagyon fontos. Van tünet, amit figyeljünk? Mit veszünk először észre, igen? Hányás, hasmenés, akár ilyen epilepsziaszerű tünetek is vannak, Budika? Nem cukros, nyugodtan ehet. Nem cukros, azt igen. Műanyagot nem tudjuk mennyire bírni. A tünetek szertágazóak, és egyre komolyabbak lesznek. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valami nem stimmel, ne adj Isten, nyilván, hogyha epilepsziaszerű tünettel van a kutyának, akkor természetesen állatorvoshoz fogunk fordulni, de ne várjuk ezt meg, tehát ha nyírfacukrot evett, akkor azonnal állatorvos. 100%, hogy egészen biztos. Így van. Mi a helyzet a csokoládékkal? Ugye karácsonykor előkerül, és óhatatlan, hogy a családi ebédnél, vacsoránál valaki esetleg megkínálja a kedvencet. Igen. Tehát a gazdának érdemes tudatosítani a többiekben is, hogy mire figyeljen. Nagyon fontos szerintem a szemléletváltás. Tehát a csoki ugyanúgy mérgező, mint a nyírfacukor, csak sokkal nagyobb mennyiség okoz tüneteket. Mint kutyákról beszélünk, ugye? Kutyákról, csak igen. Is. Okay. Igen, csak is kutyákról. Macskák kevésbé jó. Csak hogy nem ismerem a macskák. Kevésbé a cicákra ugyanígy mérgező, csak ők kevésbé eszik meg. Tehát, hogy náluk azért viszonylag ritkán fordul elő, hogy cukrot csokit ennének. Kutyák hajlamosabbak erre. Ezt a húsit. Ugye? Ropog. Szóval gondoljuk meg, hogy mit adunk. Gondoljuk meg, hogy mit adunk. A kutya nem moslékos vödör. Tehát ne adjunk neki oda minden maradékot, amire már nincs szükségünk, vagy ami leesik az asztalról. Ugyanez igaz, ugye most beszéltünk a cukorról, nyírfacukorról, beszéltünk a csokiról, de ugyanígy beszélhetünk mondjuk a ünnepi ebéd után ott maradó csontokról, ugye a sült, főtt csontok. De erről is mindenféle tévhit van. Mit adhatunk, és melyik csontot ne adjuk a kutyának? Igen. A csont a kutya számára egyébként egy teljesen természetes táplálék, egészen addig, amíg nincs megfőve, vagy megsütve. Azáltal, hogy megsül a csont, szilánkosan fog törni, és ahogy ő rágja, sajnos kiszúrhatja a gyomrot, beleket, tehát komoly problémákat okozhat. Ezért a csirkecsontnál van így, hogy például kicsit... Mindegyiknél. Mindegyiknél, és ugye minél keményebb csontról beszélünk, ez annál veszélyesebb lehet. Ugye a csirkének még viszonylag puhább a csontja. Ha csontot adunk a kutyusnak, az nagyon jó, mert egyébként ápolja a fogényét, a fogait, kevésbé lesz fogkőre hajlamos például, de nagyon fontos, hogyha adunk csontot, akkor csak nyers formában.
Hoppá, se tudtuk én, és eddig ez teljesen tévúton voltam. És akkor mindenki figyelmeztesen mindenkit, aki hozzájön, vele eszik. Igen, ugye nagyon nehéz, tehát, hogy ahol gyerek és kutya is van a családban, a gyerekeknek nagyon nehéz azt megérteni, hogy boci szemekkel néz rám a kutyús, és biztos nagyon éhes, hát hagyjak már neki valami. Leginkább, hát, ugye, hogy mert ne? Ők nem ismerik, hogy és hogy ne? Jaj, de aranyosak vele, főleg, ahol nincs kutya, jaj, velem is játszik, engem is kedvel, most utána jön, adok meg. Meg tudjuk különböztetni azt, hogy a kutya esetleg valami, mondjuk a nyírfacukrot említettük, ami tényleg akár egy kis kanál is halálos lett egy ekkora kutyánál, hogy most mérgezéstől van rosszul, vagy pedig csak túletették? Mert ez is fontos, mert egy rutinos gazdag túletetésnél ugye megvárja, amíg kiürül, de mérgezésnél más a szituáció. Igen, ugye a mérgezésnek komolyabb, tehát sokkal feltűnőbb tünetei vannak, tehát itt a hányás, rosszul ért. Amikor csak egy kicsit többet evett a kutya, mint kellett volna, akkor lehet, hogy ilyen kis lufiszerű lesz a hasa, de komolyabb problémái nem lesznek. Ilyenkor fontos az, hogy megfelelő mennyiségű ivóvizet kapjon. Esetleg sétáljon kicsit. Sétáljon, de azért ne nagyon, tehát hogy ne, úgy értem, hogy ne futtassuk, ne mozgassuk túl, mert akkor az gyomorcsavarodáshoz vezethet, tehát óvatosan, ha sokat evett. Ez a kulcs. Ezt mindenképp jegyezzük meg, hogy nyírfacukortól 100%, hogy rosszul lesz a kutya. Az biztosan, a csokitól attól függ, hogy mennyit eszik. Köszönjük szépen. Ezt